Egy első osztályú együttes második csapatánál mindig kérdéses, hogy milyen játékosok lépnek pályára, az ellenfél általában csak a meccs előtt szembesül azzal, hogy kik ellen kell játszania. Mivel a DVTK U23-as csapatának fiataljai az elmúlt hétvégén két diákolimpiai döntőben is érdekeltek voltak, rutinos, az A-csoportban, sőt, Euroliga meccseken edződött kosarasok várták Diósgyőrben az NKS-t. Az első negyed kosárszegény volt, mindkét oldalon 8 pont született. A második 10 perc is döntetlennel zárult, sőt, fordulás után is fejfej mellett haladtak a csapatok. A záró játék részben 8 ponttal ellépett a Nyíregyháza, és bár a hazaiak izgalmassá tették a hajrát, egy pontot megőrzött előnyéből Farkasinszki Gyuláni együttese. A küzdelem jellege dominált inkább ezen a mérkőzésen. Most nem azt mondom, hogy most egy olyan brutális verekedés lett volna a pályán, mert az igazából nem jellemző, hanem maga a szó szerint a kemény játék, rengeteg ütközéssel, rengeteg olyan kihagyott helyzetekkel. Hát volt olyan, hogy ez a 3 percen keresztül egyik csapatra dobott pontot. Hát azért ez jól jellemezte a mérkőzést. Mind a két csapat keményen védekezett, mind a két csapat megpróbálta az ellenfél gyengéit kihasználni, és mondjuk fej mellett haladtunk. Tehát az a félidős 24-24 lett, ami azt jelenti, hogy más esetben egy negyedben dob a bármelyik csapat 24 pontot. Itt megpróbált mindenki minden olyan taktikai dolgot elővenni a repertoárból, amivel esetleg meg tudja letni az ellenfelet, de nem sikerült senkinek semmi, maradtunk végig az emberfogás mellett, mert az működött mind a két csapatnál leginkább. Mint a szakember elmondta, jobban szeret olyan csapatok ellen játszani, amelyekben képzett játékosok szerepelnek. Az ellenfél edzője is azért egy igencsak elismert szakember, ugye a Szvitekről beszélünk, aki azért válogatottaknak volt a vezetőedzője, tehát ugye, és a játékosok, akik ennél játszottak, azért az NBA-ben A-val edzenek, Euroligába játszogatnak, ugye nem sokat, de azért pár perceket tehát az ő rutinjuk és az ő mentalitásuk ugye egészen más már ez a kosárlabdához, és amit tehát biztató a miénkre nézve, hogy föl tudtuk venni ezt a versenyt, és hát a rutin azért az Arazsófi részéről megvolt a rutin, és azért a Lilla, a Dobó Lilla azért nagyon sok ilyen mérkőzésen lépett már pályára, tehát neki ez nem igazán okozott szerintem gondot, problémát, de úgy gondolom, hogy az Eszter, a Mátyás Eszter is szépen hozzá tudta tenni azt, amit kellett, meg a Kamilla személyében is egy rutinos játékosunk volt, tehát hiszen igazából egy jó felfogásban és jó szemléletben kosaraztak a lányok, és szerintem ennek lett meg az eredménye, hogy győztünk. A győzelemért járó pontok mellett más hozadéka is van a Diósgyőri sikernek. Innentől kezdve el kell, hogy higgyék azt, hogy nem biztos, hogy mindig egy ilyen kisebbségi komplexussal kell a pályára lépni. Tehát azért, mert az ellenfelek nagyobb nevekből állnak, az nem jelent az, hogy ők nem tudnak kosárlabdázni. Tehát nekik ez egyébként fejben kell elhinniük, hogy ők ugyanúgy tudnak kosárlabdázni, ugyanúgy meg tudnak nagyon sok mindent csinálni, és az, hogy amit ők elvégeznek az évek alatt, azt a munkát, hogy annak egy idő után úgyis megvan a gyümölcs, és szerintem ez a mérkőzés, ez pontosan erre volt jó, hogy lássák azt, hogy amit eddig elvégeztek, azt a mérkőzésen is meg tudták valósítani. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját az MTK TFS-e vezeti 9 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 7-2-es mutatóval rendelkező DVTK U23-at. A 7-3-mal negyedik nyíregyházi kosársuli vasárnap az 1-18. Kecskemétet fogadja a Szent Imre Gimnázium csarnokában.